Jó kívánok! Ez a híradó 8 órakor az M1-en vagyok. Négyen meghaltak köztük két gyerek is egy izraeli légi csapásban gáz a középső részén. A palesztin hatóság szerint legkevesebb 20 ember pedig megsérült a támadás során. A lövedék egy olyan iskolát talált el, amelyet az ENSZ palesztin menekültügyi ügynöksége tartott fenn. Ez az a szervezet, amelyről bebizonyosodott, hogy részt vett a Hamas tavaly október 7-i terror támadásában. Közben szerdán először érkeztek Gázába élelmiszer segélyekkel megpakolt kamionok a frissen megnyitott asdódi kikötőn keresztül. Az uniós tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy légvédelmi eszközök átadásával kell megerősíteni Ukrajna védelmét, valamint újabb szankciókról is határoztak Iránnal szemben. Erről számolt be az Európai Tanácselnöke Brüsszelben az uniós csúcs első napja után, már a virradó éjszaka. Charles Michel az izraeli palesztin konfliktussal kapcsolatban pedig azt mondta, véget kell vetni a gázai válságnak és azonnali tűzszünetre, a túlszok szabadon bocsátására, valamint a segélyek akadálytalan eljutatására van szükség. Európa progresszív-liberális óceánjában jelenleg Magyarország a különbözőség szigete, a megfelelő hely, ahol a konzervatívok szabadon beszélhetnek és politikai terveket szőhetnek a jövőre vonatkozóan. Ezt mondta tegnap Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Konzervativizmus konferencián Brüsszelben, amely végül korlátozás nélkül folytatódhatott, miután a belga bíróság hatályon kívül helyezte a megtartását tiltó polgármesteri határozatot. A kormányfő úgy fogalmazott, a szabadság harcosainak ismételten aktívnak kell lenniük és cselekedniük szükséges Európában. A jobboldali horvát demokratikus közösség győzött a tegnapi parlamenti választásokon Horvátországban. 90 os feldolgozottság mellett a párt 60 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban, ami nem jelent abszolút többséget, vagyis koalíciós partnert kell találniuk a kormányalakításhoz. A horvát demokratikus közösség 2016 óta van kormányon. Fő kihívójuk a szociáldemokrata Párt vezette koalíció 42 mandátumot szerzett. A végleges eredményeket ma délután közli a Horvát Választási Bizottság. Közösségi oldalán reagálta a horvát választási eredményekre Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, a horvátországi magyarok ismételten erőt mutattak, így Jankovics Róbert lesz a harmadik legnagyobb legitimációval rendelkező képviselő a horvát parlamentben. Szijjártó Péter egyúttal gratulált Jankovics Róbertnek, és sok sikert kívánta a magyar érdekek képviseletéhez. Megkérdette 7 pontos programját Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje kampánynyitóján egy mellett arról beszélt, hogy olyan Budapestet kell létrehozni, amit nem Gyurcsány Ferenc emberei irányítanak. Emellett felszámolná a korrupciót megszüntetni a közlekedési káoszt, és élhetőbbé tenni Budapestet. Ez a leggazdagabb önkormányzata az országnak. Évről évre nő a bevétele és mégis csődközeli helyzetbe jutott. A Fidesz frakció vezetője arra emlékeztetett, hogy Budapest vezetése a város kiemelkedően jó anyagi helyzetét sem tudta az itt élők hasznára fordítani. Az csak a kisebbik baj, hogy komédiába torkolló a városvezetés. A nagyobbik bajunk, hogy Budapestnek külföldről finanszírozott háborúpárti vezetője van, aki miközben bambán néz, gyúcsányék kifosztják a kasszát a nemzet fővárosában. Ezért fogunk most küzdeni, ezért fogunk mindenkihez elmenni, ha kell, gyalog. Tarlós István a volt főpolgármester, arról beszélt, hogy Szentkirályi Alexandrának megvannak a szükséges tapasztalatai ahhoz, hogy sikeresen vezesse Budapestet. Ő mögött egy évtizedes fővárosi önkormányzati tapasztalat áll. Ami eddig történt, az a kampánya előkészülete volt. Budapest és köztem ez mindig is egy love story volt. Így kezdte kampányindító beszédét a Fidesz-KDNP jelöltje Szerdán. Szentkirály Alexandra először Budapest jelenlegi helyzetéről vázolt felképet. A városházán 2019-ben összeállt a harmadik Gyurcsány kormány. A kormánypárti jelölt szerint ma Budapestet Gyurcsány Ferenc irányítja, lényegében a csőd felé. Minden, amit a baloldali városvezetéstől hallani, egy lejárt baloldali lemez, ennek pedig véget kell vetni, mondta, majd ismertette hét pontos programját. Kiszabadítjuk Budapestet gyurcsány fogságából. Gyurcsányt és az embereit takarítsuk ki a városházáról, mert jelenleg az ő emberei irányítják Budapestet. Szentkirály király Alexandra azt ígérte, ha rajta múlik, mint fogalmazott, az összes gyurcsány fiókát kirakja a városházából, és háborúskodás helyett a kormánnyal való együttműködésre fog koncentrálni egy élhetőbb Budapest érdekében. Kettő. Véget vetünk a városházi korrupciónak. A fidesz kdnp főpolgármester jelöltje ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén létrehozza a fővárosi költségvetési tanácsot, ami ellenőrzi majd a főváros pénzügyi stabilitását. Emellett a pazarló bürokrácia és a közlekedési káosz felszámolását tűzte ki, Budapest otthonossá és élhetővé tételét, például a közterek rendbetételével, emellett pedig új óvodai és nyugdíjas otthoni férőhelyeket ígért. És hét újra nagyját tesszük a nemzet fővárosát. Szentkirályi Alexandra homlokzat felújítási programot hozna létre az építészeti remek művek megőrzése érdekében. Újraindítaná a BKK hajójáratait és támogatná a minőségi turizmust. Mindezt a kormánnyal együttműködve. Budapest a mi városunk, Budapest a mi otthonunk, Budapest mi vagyunk, vegyük hát vissza. Hajrá Magyarország, hajrá Budapest! Hivatali vesztegetés gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrségen Budai Gyula Fideszes Országgyűlési Képviselő a láncit felújítása kapcsán kialakult fővárosi számlagyár ügyében. A kormányzati ellenőrzési hivatal pénteken közétett részjelentése szerint Karácsony vezetésével a főváros nem másfél milliárd forintot játszott át magánszámlákra az Európai Beruházási Banktól felvett hitelből. Ennek a budai bevásárlóközpontnak az egyik irodájában cserélhetett gazdát csak nem másfél milliárd forint, ami a Lánchíd felújítására szánt pénzből származott, erről ír az origó. A portál szerint a hídpénzbotrány kulcsfigurája Vigmor egy biztonsági cég vezetőjével számolt el, az a több millió forinttal, amit a beruházásra szánt pénzekből szivattyúzhattak ki. A tegnapi nap folyamán hivatali vesztegetés bűncselekménye miatt feljelentést tettem a Nemzeti irodához. Budai Gyula szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, feljelentést tett a rendőrségen a Lánchíd felújítása körül kialakult korrupciós botránya a kapcsolatban. A Fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, a napokban egy olyan levél jutott a birtokába, ami fontos információkat tartalmaz a fővárosi számlagyárral kapcsolatban. A levélíró információi szerint Vígmór a Mamut Áruházban járt be elszámolni egy biztonsági cég irodájában, amely biztonsági cég kapcsolatban áll az a ZRT-vel. Az elszámolás a biztonsági cég vezetőjével történt. A levélíró információi szerint Ebből a pénzből jelentős összegek kerültek át a fővároshoz. A fegyvet, le. Vigmort tavaly novemberben a NAV nyomozói egy rajtaütés keretében fogták el, miután belebukott egy több száz millió forintos számlagyárba. Az adóhatóság ezzel csak nem egy időben a Lánchíd felújítását végző a Zrt-nél is házkutatást tartott, és iratokat foglalt le. Ezzel az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botránya robbant ki. A hírek szerint ugyanis az a -Híd Zrt 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott jogász egyik cégének és egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel ügyvédi letéti számlájára. A BKK-tól az Ahit Zrt-hez, az Ahit Zrt-től Vigmor cégéhez, a Sunstrike Kft-hez, a Sunstrike-tól két ügyvédi letéti számlára, onnan pedig készpénzben ismeretlen helyre. Így vándorolhattak a pénzek a Lánchíd felújítása kapcsán a kormányzati ellenőrzési hivatal pénteken közzétett részjelentése szerint. Az ellenőrzési hivatal egyik fontos megállapítása az is, hogy bár az alhíthoz a, a BKK-tól érkeztek a pénzek, a BKK az összegeket tovább számlázta a fővárosi önkormányzatnak, amit a Karácsony Gergely vezette városháza az Európai Beruházási Banktól felvett hitelből fedezett. Vagyis e szerint lényegében karácsonyék hitelt vettek fel a főváros terhére, majd abból csak nem másfél milliárd forintot magánszámlákra játszottak át. Nem tudom, hogy a... Hány ide kapcsolatosan, ne arra gudjon, nem tudok válaszolni a kérdésére. <sorítanás> Karácsony Gergelyt év elején egy brüsszeli útján kérdeztük arról, hogy mi az álláspontja azzal a másfél milliárd forinttal kapcsolatban, aminek lába kélt a Lánchíd felújítása során. A főpolgármester először azt mondta, hogy semmit sem tud a Lánchíd botrányról, majd később arról beszélt, hogy nincs összefüggés a fővárosi utalások és a készpénz felvételek között, ezért szerinte az ügy le is van zárva. Hogyha valaki megnézi a számokat, meg az időpontokat, akkor kiderül, hogy az utalások akkor történtek, amikor még de zártuk, a a szerződést. Csak hogy Karácsony Gergely magyarázatát most a kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálata megcáfolta. A részjelentésben ugyanis az áll, már a közbeszerzési eljárás ideje alatt, később pedig a folyamatban lévő beruházás idején több mint másfél milliárd forint vándorolt az Alhíd ZRT bevételeiből a két ügyvéd letéti számlájára, amiket szinte azonnal készpénzben fel is vettek. 6,6-es erősségű földrengés ázta meg Japán nyugati részét múlt éjszaka. Szakemberek szerint a rengés csak nem 40 kilométeres mélységben volt, kisebb sérülésekkel több embert és kórházba kellett szállítani. A földrengés során utak is megrongálódtak, valamint a hatóságok csőtörésekről, kidőlt villanyoszobokról és legalább egy földcsúszannásról is beszámoltak. Az embereket pedig arra figyelmeztették, hogy a következő egy hétben további utórengések várhatók. Megbocsátott támadójának az a Sydney püspök, akire hétfőn celebrálás közben késsel támadt rá egy tizenéves fiú. A fiú négy embert sebesített meg a város egyik a keresztény templomában. A késelést terrorcselekménynek minősítették az, az ausztrál hatóságok. A püspök csütörtök kora reggel egy hangüzenetet tett közé, amelyben elmondta, hogy gyorsan gyógyul és már megbocsátott a Közben a rendőrség letartóztatott egy férfit, aki másokkal együtt csak nem meglincselte a fiút. Elszabadult cirkuszi elefánt okozott közlekedési káoszt az amerikai Montana állam egy kisvárosának utcáin. A viola névre hallgató állat a fellépése előtti fürdetés közben szökött meg. Gondozója szerint egy jármű hangos kipufogója ijesztette meg. Az elefánt egy kerítésen átgázolva jutott ki a négysávos autóútra. Több mint tíz percen átbandogolt a járművek között, míg nem befordult egy parkolóba, majd kiutott egy lakótelep hüves területére. Itt találtak rá a gondozók, akik egy utánfutóval eredtek a szökevény nyomába. A békésen legelésző violát végül épségben visszavitték a cirkuszba. A híradót látták 8 órától. Híreinket, videóinkat megtalálják a híradó.hu weboldalon. És maradjanak velünk, kezdődik a Nemzeti Sportiradó Csanádi Kristóffal.